A gyilkos négyszög a hadviselésben ma is használt fogalom. Azt a hadműveletet nevezik így, amikor az ellenséges egységet négy oldalról közrefogják és lemészárolják. 1862. december 28-án az Alabama 51-es déli hadosztály a gyilkos négyszög áldozata lett. Szabály, hogy egyetlen katona sem kerülhet ki élve a gyilkos négyszög szorításából. 1862. december 28-án a Tennessee állambeli Catoosa Creeknél e szabály megváltozott. Gyilkos négyszög. Magyar hangok. Barbinek Péter, Rosta Sándor, Balázsi Gyula, Seprényi Témea, Háda János, Szűcs Sándor, Bódi Gergő, Breyer László, Kartos Gábor, Faragó József. Magyar szöveg Diera Károly és Garda Péter. Hangmérnök Levacsics Péter. Szinkronrendező Tomas Evizorka. A magyar változatot az Intercom megbízásából a Breyer & Breyer BT a Sington stúdióban készítette. Fényképezte Kent Wakeford. Rendezte George Hickenlooper. Ebből majd kiderül, mi történt? Remélem, a bátyám is elmondhatja. Uram! Danelli százados talált valamit. Édes Istenem! Thank you.
angyalok az égben. Segítsetek! Istenem! Istenem! Uram, könyörülj! Egy évvel a vérengzés után, 1863 tavaszán, egy másik ütközet is folyt Catoms Creeknél. Alabama 51-es. A polgárháború messze legvéresebb csatája. A hősöket nem tisztelte senki. Sírjukra koszorút senki nem tett. Annak ellenére, hogy ez volt az egyetlen alkalom, mikor déliek és északiak egy oldalon harcoltak. Nehéz ezt szavakba öntenem. Nem felejtettem el, inkább túl jól emlékszem rá. A háború megtanított, hogy a világ nem törődik az emberrel. A föld felissza halottak vérét, a szél elfújja a sebesültek sírását, a nap pedig mindezt közönösen szemléli. Fiatal koromban prédikátor szerettem volna lenni, de lelkem azóta kemény lett, mint a kő, s már régóta nem hat meg az emberek könyörgése. Szóval ott voltam azon a napon, mikor a keresztre feszített katonák kiömlött vére Kentucky földjét itatta. Harling százados? Százados? Havers tábornok látni akarja. Azon a száraz tavaszi reggelen csak egyre tudtam gondolni, hogy leszerelek. Két év harc után a honvágy elviselhetetlenné vált. De a végén Tennessee hívószava hangosabbnak bizonyult. Tábornok? John Harling százados. Parancsára jelentkezem. Igen? Elnézését kérem, Harling. Sűrű az időbeosztásom, a fény körül kell dolgoznunk. Értető, uram. Az ott elmenezredes. Neki tiszteleghető, nem lesz rajta a képen. Ezredes? Kérem, foglaljon helyet, százados. Egy kicsit hátrébb a tábornoktól, takarja a fénytől. Remélem, jobban van. Igen, uram, köszönöm. Legutóbb a századost egy kis baleset érte. A helyzet az, hogy holnap haza akartuk küldeni. Akkor épp időben jövök. Maga jó nyomkereső, Harling. Ugye jól tudom? Igen, uram. Csak szerénykedik, George. A százados az északiak egyik legjobb nyomkeresője. Köszönöm, uram. Csak a leszerelési papírjaimra várok. Már alig várja, hogy prédikálhasson, ugye? Igen, uram. Nem kérek. Én kérek, köszönöm. Százados úr, úgy tudom, hogy ön ismeri az Alabama 51-est. Ha? Igen, uram. Némelyes Train ezredes volt a parancsnokuk. Úgy tudtam, a miénk szétverték őket Catoms Creeknél. Strain túlélte. Azóta is a börtönben rohad. Bocsásson meg, uram, de mi köze ennek a leszerelésemhez? Mutasd meg neki a többit, George. Nem valami szívderítő látvány. Pár napja történt Tennessee-ben, nem messze Catoms Creektől. Mind Tellman ezredes emberei voltak. 31 halott. 12-en eltűntek. Ők meg csak egy rohadt övcsatot vesztettek el. Csak nem gondolja, hogy az 51-esnek köze van a dologhoz. A mészállás szemtanúja ezt az embert azonosította. A neve Josiah Elkins hadnagy. Ő volt az 51-es parancsnok helyettese. Ami kedves, Strain ezredesünk szerint az utolsó bevetéskor fél éve meghalt. Bár szerintünk életben maradt, és egy ütőképes kis hadsereget kovácsolt össze. És melyik oldalon? Magunk között szólva, százados. Tartunk tőle, hogy néhányan a konfederációsok közül is együttműködnek Elkins úrral. Tudja, százados, ebben a háborúban a dolgok néha nagyon összezavarodnak.
Különösen a határállamokban, Missouriban és Kentuckyban, ahol oly sok fiatalember harcol a saját rokonai ellen. Itt Kentuckyban észak és dél nem válik el annyira élesen egymástól. Nem, uram? Fiatal katonáink nem mindig tudják, hogy a vallásos erkölcsösséget vagy a gyakorlati jellegű katonai szükségszerűséget válasszák-e. Mindenki számára van egy határszázados. Önnek is, nekem is. Bárkik is tették ezt, nyilván már átestek a sajátjukon. Igen, uram. Nyilvánvalóan. A leszerelésem... Igazán sajnálom, százados, de leszerelésről most nem lehet szó. Maga most elmen ezredessel és egy kis létszámú különítménnyel elindul Catham's Creek felé. Ott felderíti ezeket az embereket, erősítést kér, és végre pontot tehetünk az ügy végére. Ahogy elvégezte a feladatát, hazatérhet. Még egyszer nagyon sajnálom, százados. De így alakultak a dolgok. Értem, uram. Értem, uram. Uram? Óhajt még valamit, százados? Engedelmével, uram, beszélnék Némajász Trén ezredessel a börtönben. Talán segítségünkre lehet. Úgy gondolja? Amellett, hogy az 51-es parancsnoka volt. A háború előtt a tanítványa voltam. This is, was, Bowling Green's finest military prison. That is, till the rebels laid torches to it. Stand, cigar, sir. No, no. Get Please. Back. Sorry, Captain. War's ruining their manners. Anyway, we still got the cellar here. And I'll tell you one thing. Colonel Strain ain't ever getting out of here. Hallgassa csak. Húgyozás közben mindig a jenki dúdult fütyüli. Hé, hey, Strain! Látogatod van! Hé! Hey! A lehető legrosszabbkor látogatott meg. Ne úgy mellé menjen. Rendben van, tizedes. Már egyedül is boldogulok. Johnny. Azt hittem, már rég visszamentél prédikálni. Vagy éjszakon hanyagolják a vallást. Újra szóba állsz velem. Tartozol nekem, Nimaja. Ezt jöttem behajtani. Hát elég rosszkor jöttél. Na, kerülj beljebb. Kezeket a tarkóra! Kezeket a tarkóra! John Harling. Nem jött be. Nem mozdulj. Befelé! Ne csináld már, Johnny. Én hoztam szint az életedbe. Ha nem lettem volna, csak unatkoztál volna az akadémián. Sosem ittad volna le magad. És nem kergetőztél volna velem ilyen örömmel ebben a háborúban. Beszélnünk kell. Inkább fürödned kellene. A seregedről van szó. Nekem nincs már seregem, John. Ezt az embereink találták, egy halott északi katona szájába tömve. Azt gondoltam, hát, ha érdekel. Szerinted az én fiaim tették?
Menj a felébe. Mi a szart akarsz, John? Haza akarok menni. És segítened kell? Ha visszajövök. A francba, Murphy! Rendben, mindenki tüzeljen, én kezdem, te is, Murphy! Főleg, ha ez a kurva nem csak itt ülne! Mi az ördög? Mi az, te lát valamit? Itt az erősítés! Jönnek befelé a gerincek! Ura! Nem valami rózsás a helyzet, mi? Fordítsátok meg az ágyút! Gyorsan! Gyorsabban! És idejöttünk. A helyetekben eltűnnék innen, erre jönnek az északiak. Rendben, fiúk, lassan kimegyünk. A puska maradjon töltve. Murphy, te itt maradsz és fedezel. Bennett, ha bármi lesz, a középsőt szed le elsőnek. Rajta van a szemem. Ne izguljon. Nem valami szép fogadtatás. Már csak így van ez. Maradjon ott. Nem viccelek. Szerintem ő sem. Fiúk, ugyanazon az oldalon vagyunk. Mellesleg. Én vagyok a sorozó tiszte.
Hajná! Gyerünk! Valamit lát! Isten, itt nem akarsz kiszabadulni! A barátod? Honnan tudtad ezt? Azt hittem, már kihaltatok. Mi az, csak ennyit tudsz? Elég gyenge vagy. A csontjaidat megeszem. A maradékot meg szétszórom a szívbe. Hol a fenében voltál? Ez a kibaszott dadogás még egyszer a sírba visz. Bocsánat, uram. Megsérültél? Ne izgulj. Minden rendben lesz. Gyönyörű látvány, mi? Nem fog menni, fiam. A kapitány megkért, hogy vigyünk téged is. Mert te még fiatal vagy. Tudod, semmit sem akar elsietni. Úgyhogy most egy kicsit átformázunk. And mercy and sweetness and light, Murphy. It's glorious. Két napja történt. 26 mérföldre délre a csatahelyétől. Déli fény volt. Már nem csak az öregek halnak meg Nimaján. A fiatalok is. Egyébként csak néhány évvel volt idősebb Thomas öcsédnél. Emlékszel még? Mik a feltételek? Rendben. Eljössz velem. Őrizet alatt. Kizárólag, mint tanácsadó. Ha kifüstölöm őket, kegyelmet kapsz. És hűséget fogadok az Uniónak? Igen. Nem tehetem. Nincs eskü, nincs kegyelem.
segítőt kapok. Egy, kettő, egy. Jobbra kanyarod. Egy, kettő, egy. Jó napot. Egy, kettő, egy. Bal. Nem látták a századost? Bal, jobb, bal. Bal, jobb, bal. Megvan. Bal, jobb, bal. Ó, hát itt van. Gondolom, nincs jelen neki fogása, ha megörökítem a mi kis kirándulásunkat. Jó lesz már, Browning! Uram, nem látta véletlen a lencsém kipakját. Igazán nem szeretném elveszíteni. Százados? Százados? Egy, kettő, egy. Jobbra, igazod! Egy. Szép munka volt, fiú. Épp mint élet. Hagyj csak, fiam. Gyerünk, szedjétek a lábatokat! Nézd csak, mi van itt, Johnny. Egy, kettő, akkor szereztem, amikor 46-ban elfoglaltuk Texast. Persze, akkor még túl fiatal volt. Ezt elvisz. Vidd haza, vidd el az asszonynak. És persze... ezt is. Csinos, mi? Nagyapám órája. Részt vett a függetlenségi háborúban. Ó, akárcsak az enyém. Ezt fog kattogtatni az úton. A testvére meghalt Tatum Streaknél. Velünk jön. Harley? Ezredes úr? Mit keres itt ez a déli kutya? Ez Nima Estrain, ezredes ura. Tudom, hogy ki, de nem akarom, hogy velünk jöjjön. De uram, Havers tábornok felhatalmazott. Nem érdekel, hogy ki kit hatalmazott fel. Ezredes, ha jól emlékszem, John barátom azt mondta, hogy egy tábornok hatalmazta fel. Délen egy tábornok rangban magasabb, mint egy ezredes. Bár lehet, hogy erre éjszakon egészen más szokások járnak. Már csak így van ez. Úgy hiszem, az expedíció érdekében kis időre félre kell tenni a nézeteltéréseket. Parancson kívül, százados! Ha ez megszökik, nem szerel le, amíg el nem kapja. Igen, uram. Miért hagyod, hogy ugráltasson? Vezessék el! Ezt fényesíti a csizmákat? Egy szökevény, uram. Mellesleg szemtalan. Magunkkal visszük. Azért kell, hogy a nő elszökjön? Nem, uram. Azért, hogy maga ne. John! John, ezt ne! Mit? Nem láncolhatsz egy niggerhez! Dehogy nem, uram. Ez észak. Itt egy százados magasabb rangú, mint egy hadifogoly. Lehet, hogy délen másképp van. De itt így járja. Harling! Harling! Harling, nem alázhatsz meg ennyire! Harling százados! Indulunk! Legalább adjál nekem, nekünk. De egy lovat. Nincs ló! Ebben nem segítenek. Az Isten itt, Harling! Azt akarod, hogy gyalog menjek, te ne szík! Téli patkány, mit gondoltál, Tennessee? Hinton viszünk? Vedd le a mocskos kezedet az órámról! Indulás!
sing. Darkies, have you seen the master with the mustache on his face? Go down the road sometime this morning like you're gonna leave this place. He sees his boat way up the river, Lincoln Gumbo's way. He took his hat and left the sun, I think he run away. The master run, ha ha, did Darkie say ho ho. It must be now the kingdom's coming, it's here or two below. May 25th, 1863. We've crossed into the Confederacy without incident. However, with the increasing brutality of the war in this region, I fear that God has turned his face away from Missouri, Kentucky, and Tennessee. A week before Colonel Thalmann found his men crucified, I saw the body of a Union private who'd been captured by the rebels. They put a rope around his neck and hoisted him up on a tree, making a target of his suspended body. Then they cut him down and dragged him into the road where long trains made a jelly of his remains. 50 years ago, Jefferson wrote that an enemy was nothing more than an injured friend. In light of these heinous war crimes, Nehemiah Strain's presence on this journey now seems odd. Just 3 years ago, I was his student, so how can I make the face of an old friend into the devilish mask of a ruthless enemy? As far as my own injury, the pain in my head is now compounded by my revoked discharge. The aches subside with medication, but now I fear that when the pain does go, so too will the morphine to which I have become greatly accustomed. We remain another day's journey from Cadams Creek. The sooner we resolve what happened to Thalmann's men, the sooner I can return to my home in St. Louis. John Lawrence Harling, Captain, 31st Missouri. Again. Oh, hell. Oh, hell. No. Oh, hell. Oh, hell. Óra lánc! Ez az. Gyakorol csak, estig még megtanulhatod. Óra lánc! Ezt mondom én is. A háború misszionáriussá tett? Így igaz. A déli géje. Még az Isten is déli. Valóban. Rabszolgákat is tart. Látom, a humorérzéked a régi. Vág az eszed, mint a beretva. A százados volt az egyik legjobb tanítványom, Bradley. Úgy volt, hogy a jérre megy. És egy házi kutya lesz belőle. És egy lepratelepet alapít. Lepratelep? Ez csodás. Inkább tragédia, Bradley úr. Tudja, az apja tábornok volt Missouriban. Igazi tökös katona, aki a fiát akadémiára küldte, ahol Istennek hála találkozott velem. Jól megvoltunk, mi? Persze, amíg nem akartuk megölni egymást. Tessék? Párbajoztunk, Bradley úr. To the death? Yeah. Egy lány miatt, ugye? És tudja, a százados legyőzött, de úriember volt, és csak annyit mondott. Tartozol. Mondhatjuk, hogy ezért vagyok még itt. Hogy hívták azt a lány, John? A folyó.
A folyó tartja itt őket. Puszni is kell. Ne húzd fel magad, John. Hagyd a fenébe a háborút. Ez választott el minket, öregem. Vagy tényleg az a lány, akire már nem is emlékszünk? Én most... Csak folytassa, Bradley úr. Senki nem mondta, hogy délre menj, Nimája. A háborúnak mióta van köze a rabszolgákhoz? Én nem tartok a sereg nagy része sem. De hát ilyen a dél. Amíg valami jobbat nem találunk ki, addig így is marad. Nem hiszem, hogy mások is így gondolják. Talán szavazzuk meg. Hé, fiúk! Mi van? Mit gondoltok erről a Lincoln úrról? Ugye? A francba vele! Annyig a feketék szavazanak? Ez a demokrácia. Erling! Igen, uram. Bejönne a sátramba, százados. Demokrácia, mi? Őt kifelejtetted. Fene se akart ide még egyszer visszajönni. Visz ki a sereg éresztrei! Telmen. 200 emberem maradt itt, lent a pataknál. Akkor korán sem voltak ilyen szépen elrendezve. Ezredes, engedelmével hasznos lenne kiderítenünk, mi történt itt Frén embereivel. Rendben. Hallott már a gyilkos négyszögről, ezredes? Tudom, mit jelent. Hát ez történt itt. Bragg tábornok embereivel Mafrisborótól délre ment, hogy találkozzon az északiakkal. Minket az ellenség mögé rendelt, hogy elvágjuk az onnan érkező utánpótlást. Többen jöttek, mint vártuk. A seregem fele golyózáporba került a patak déli partjánál. Utánuk akartam menni, de csak lőttek, szakadatlan. Akkor én és a helyettesem Josiah Elkins odaértünk a déli oldalra, már vonultak vissza. Az északiak meg csak jöttek. Vissza! Kicsúsztunk volna, de bekerítettek minket.
Megadtam magam. Elkins és a többiek követtek. De az északiakat ez nem érdekelte. Miután vállon lőttek, halottnak hittek. Elkins hadnagy egyet tehetett. Támadott. Át is juthatott volna a tisztásra, és néhányan megmenekülhettek volna. De nem sikerült. Az unokaöcsémnek, Thomasnak szétlőtték a hasát. 12 éves volt. Az északi katonák életben hagytak. Rá egy hétre egy kórházban ébredtem. Vérzik a szíven. Sötétedik. Őrmester! Igen, uram! Menjenek és keressenek tűzifát. Igen, uram! Hamin őrmester, maguk elmennek vízért. Vörn tizedes, maguk pedig fáról gondoskodnak. Igenis! Nem fog meggyulladni. Túl nedves. Jó reggel!
Ben! Niemeyer! Niemeyer! Bácsi, állj, meghallhatnak. Mindenható ég, mi folyik itt, Thomas? A folyóparttól 50 lábra van egy üreg. Egy ágyú omlasztotta be. Menj oda és tömd tele kőbel. Jó erősen. Semmi se jöjjön ki onnan. Mi a fenéről beszélsz? A támadás után, uram, a folyó árja elsodort minket. A gyorsan iramló folyó nem enged el. Csapdában voltunk, amíg Elkins hadnagyék meg nem találták az üreget. Ekkor kezdődött. Mi? Az emberei már mások, uram. Mások? Beszélj, fiam. Ez valami emberfeletti. A formálók elvették a lelküket. Egy szörnyű ördög szökött ide Afrikából, és ebbe az üregbe bújt. Már 200 éve járják a földet éjszakánként, egyre több és több lelket rabolva. A gyengéket megeszik, az erőseket átformálják, mint Elkins. Vagy engem. Meg kell állítani őket. Ha nem, egy soha nem látott rettentő hadsereg özönlik elő. Megváltoztak, szívük gonosz, akár az ördögé. A folyó zúgó vizén átkelni nem tudnak. A vakító fény és a csillogó fény megöli őket. Ezeket használt fegyvernek. Meghallották. Thomas! Menjen! Gyere velem! Nem lehet. Ez parancs! Jól vagy? Van egy üreg. Láttam Thomas, megharapott. Jót úszott? Épp most hallottuk, Harling. Egy másik incidens is történt. Hol? Itt a közelben. Srein!
Úgy tűnik, az emberei visszatértek a konföderációba. Nem. Nem, ezredes. Ők... Johnny. Igen. Megtaláltad. Igen, megtaláltuk. Megtetted, amit mondtam. Igen. Betömtük kővel. Tényleg betömte? Azt hiszed, bolond vagyok. Csak lázas vagy, Nimaja. Ki gyomart meg? Ki gyomarapás a fenét? Pont az történik velem is, mint az embereimmel. Ott vannak kint. Sereget toboroznak. Uram, az 51-es egy ördögi hadsereg. Azt kéri, hogy kutassak fel egy... Én nem szoktam kérni, százados. 10 emberem van. Strainnel együtt talán. De ha meghal... Meghal, vagy sem. Az nem érdekel. Van késed. Használd. Kérlek. Captain Harling. Indulunk, már is! Jobban vagy? Soha jobban. Kaphatsz egy lovat, ha kérsz. Soha jobban. Soha jobban. Délre tartottunk, és Strain ezredes segítségével egy láthatatlan ellenséget üldözve megközelítettük a déliek vonalát. Strain felépülése kisebb fajta csoda volt. Gyanítom, hogy a néma néger lánynak is köze van a dologhoz.
Nimája legújabban úgy ragaszkodik hozzá, mint gyermek az anyjához, mintha testében ellenszert hordozna a méregre, amely megfertőzte. Gyógyítja őt a lány, védelmezi és törődik vele. Ez nekem nagyon furcsa volt. Őszintén szólva féltékeny is lettem. Az elmúlt néhány napban úgy tűnt, közelebb került hozzá, mint én, aki egykor a legjobb barátja voltam. Telmen és emberei viszonya a néger lányhoz semmivel sem volt külön, mint a délieké. Megrökönyödésük, Strain szokatlanul furcsa viselkedése miatt hamar ellenségeskedésbe fordult. John Lawrence Harlan, Captain 31st Missouri. Oh, now that was my dad. Hey! That's a very good save. Halt! Mi az ördögről beszéltek? Egy kis baráti csevegés. Ő néma! Már unom a magyarázkodást a furcsa viselkedésed miatt. Ez egy furcsa világ, John. Furcsább, mint hinnéd. Az ellenséges vonalak mögött vagyunk. Ne roncs tovább a helyzetet, már így is elég rossz. Csezd meg! Ne szólj hozzá! Van neki neve is. Rendben, ezredes. Azt hittem, délen mindegyiket csak Niggernek hívják. Kérj bocsánatot! Tőle! Leveszem a bilincset. Hát, ha attól normálisabb leszel. Önfelel érte, százados! Lelke rajta! Önnek! Megvannak! Na most szórakozunk egy kicsit! Ti északiak vagytok? Igen! Hála Istennek! James Dawson, Tennessee 21-es! Istenem, persze, hogy megadjuk magunkat! Sikoltozást hallottunk. Sikolyokat. Egy egész családot kirángattak abból a házból. Sosem hallottam még ilyen sikolyt. A szekér mögé húzottunk, és mindenre lőttünk, ami csak felbukkant. De csak jöttek. Kicibálták az embereimet, és elvonszolták őket. Hogy maga után nem mentek? Nem tudom, nem tudom! Nem jöttek közelebb a szekérhez, és reggelre eltűntek. Mi maradtunk. Túlságosan féltünk. Uram, ők a saját embereink voltak. Ők már nem a mieink, tizedes. Két gyalog ezred állomásozik Kentuckyban. Ha átjutok, egy napon belül idehozom őket. De hallottam, mit mondott ez az ember. Tudom, százados, tudom. De ilyen körülmények között nincs más választásom. Igen, uram. Vigyázzon az embereire. Ha kell, vonuljon vissza. Ha holnap ilyenkor nem lennék itt, küldjön ki mást! Vigyázzon a fejére! Kell az még Vicksburgnél? Én segíthetek neked, John. Csak bíz bennem. Miért nem akarsz meghallgatni, John? Nimája, azt akarod mondani, hogy Rebecca látnak, így van? Igen.
Először ez az üreg, aztán a dobos fiú. És most ezek a forrázók. Formálók, formálók, John. A forrázók nem feszítenek meg embereket. Hadd kérdezzek valamit. Honnan tudod, hogy Rebekának hívják? Írni nem tud, néma, de tudtad, hogy a neve Rebeka. Beültette a fejedbe, ugye? Többek között ehhez is ért. Rebeka. Csak egy rabszolgalány. Csak azért, mert épp a te karjaidba futott. Rebeka átélte az egészet. Beszél hozzám. Meg se szólal. De én hallom. Tényleg? Nagyon régen Afrikában volt egy falu. Egy hatalmas törzs lakott benne. Senki sem mert érintkezni velük, mert tudták, hogy őriznek valamit. Volt egy üreg a földben, olyan, mint Catoms Creeknél. Rémálomba illő lények lakoztak benne. Századokkal ezelőtt a törzs bezárta őket abba az üregbe, és ráépítette a falut. Őrizték, nehogy kiszabaduljanak, ne terjesszék a kórt, ne pusztítsák az embereket. 200 évvel ezelőtt rabszolgakereskedők jöttek. Megtámadták a falut, akit tudtak, elhurcoltak. Egyikük kitalálta, hogy lemegy az üregbe. Talált is valamit, de nem rabszolgákat. Mikor kijött, már nem csak kereskedő volt. Az az ember hozta ide ezt a kórt. Rengetegen megkapták. És átváltoztak, mint az embereim. Rebeka ősei kapták előt itt, és zárták abba az üregbe, amit találtam. John. Csak Rebeka tudja, mit kell tenni. De segítenünk kell. Nimája, a történet gyönyörű. John. Szívesen maradnék, de meg kell szerveznem a védelmünket. Figyelj Rebekára, valamit akar mondani. Persze. Megpróbáltam. Ezt meg tedd el. Apám megölne, ha tudná, hogy az óráját egy csinos lánynak adtam. Kérdezhetek valamit? Miért pont engem? Miért nekem mondtad el? Mert a törzsemből én vagyok az utolsó. Mert a törzsemből én vagyok az utolsó. Nem ön az utolsó, ezredes. Hívni, Vilma? Ma'am. Welcome home, sir. Josiah. Pokoli dolgokat műveltek itt, fiúk. Már az ország is egy pokol, némája. Mi csak rendbe tesszük. Bemutathatom az új seregét, uram? Ügyeseljük, uram! Stevens. Walker. Riggs. Kicsi zavarban vagyok. Most melyik oldalon harcoltok? Elpusztult az egész ország. Némája. Mi fel akarjuk támasztani. Aha. Szóval a feltámasztáshoz kell az a sok kereszt. Igen, de akik kiérdemlik, azoknak ez egy csodás élet. A kard csak egy bodni, Maya.
A golyó csak egy kis darab ólom. Ha érzed a halál leheletét az arcodon is, te csak nevetsz rá egyet. Az az igazi győzelem. Éljen az Unió! Áldás az ügyünkre! A parancsnok akár a szélezredes. A háború. Csak egy kétségbeesett sikoly. Mi nem félünk. A háború nem ígér fel támadást. De én igen. Neked. And be brave, Nehemiah. Deepest wounds are not to be feared. Cannon fire and bayonets are not to be feared. But to look inward and to see that twisted mind that lies beneath the surface of all humans and to say, yes, I accept you. Love me, Nehemiah. Love me because I'm a part of you. I'm an extension of you. Gyáva mocsok vagy, Némájá. Hát újra együtt. Tudod, te erős vagy. Kár, hogy niggerek nem kellenek. Ki van ott? Hová? Vonulj vissza az istenit! Az istenit, hallgassám, John, láttam! A lovak! Rendben, Nehemiah! Mi a fene történt? Láttam a seregem! Át kell jutnunk a folyón, azon nem tudnak átkelni! Mi a fenéről még beszélsz? Thomas mondta nekem! Víz kell, árkotásunk! The wagon! To the wagon, like the captain said! Rebecca! It's them, John! God damn it! Surrender your arms! Surrender your arms! Running water, John! It's not gonna work. We gotta fall back, John! Ready, arms! Ready! Fire my company! Ready! They're not armed, sir. Aim! But they're Union boys out there. Tudjátok, hogy tilos az előjárókra lövöldözni? Termen ezredes? Majd, hogy nem csak néhai, Henrik százados. Fiúk, jól vagytok? Igen, uram. Közel vannak. Közel! Nagyon közel. Megszámolta őket, uram? Az átkozott patkányok kilőtték a lovam, a lovamat, és eltalálták a lábam. Gyógysat ide! Gyógysat! Az istenit! Várj! Ő már velük van! Ha, ha, ha.
Ez... Csak téged akarnak, Strain! A többiek el lehetnek! Engedj el! Gyere ide! Hosszán, gyere! Gyere! És a Strain! A Strain! Égesd meg! Kérlek! Rebecca, égesd meg! Ne a földbe tegyék! Nehogy újra visszaszívjam az életet! Így kell lennie, százados! Igen, uram. Nem értett, miért voltak a keresztek. Nem megijeszteni akartak. Csak nem akarták, hogy a gyengék feltámadjanak. A gyengék, uram? Strain ezredes. Ne hibáztassa az embereit. De ne legyen könyörületes se velük. Holnap éjjel itt lesznek. Eljönnek. Eljönnek biztosan. Százados! Igen, uram. Megtenné nekem, hogy itt marad velem hajnalig. Mindig is katona voltam, százados. Utolsó pillanataimat bajtársaim körében szeretném tölteni. Már majdnem kiszáradt. Hát az nem jó. Elmehetnénk a Holston folyóhoz, százados. Nincs elég idő estig. Dawson! Igen, uram. Említette, hogy nem mentek közel a szekérhez. Mi volt rajta? Mindenféle. Sejszélt kellett kiürítenünk fenn éjszakon. Ruhanemű, pénz. Pénz. Pénz? Igen, az ottani bankból. Milyen pénz? Hát főleg ezüst. Meg ezüst holmik is, az is, igen. Néhány tálca, gyertyatartó, meg étkészlet. Elég szépen arattatok. Ezüst? Ezüst, mint az órám. Ezt akarta Rebecca elmondani. Micsodát? Halálra rémítette Elkinst. Hogyan? Nem tudom. Mit művelhet egy ezüst bajonett? Telmen ezredes azt mondta, hogy éjszaka támadnak. De Nimaya, a taktikai rögtönzés nagymestere már megszervezte a védelmet. A lopott ezüst, ami korábban villa és kanál volt, most puskagolyó, és bajonettjeink halálos harci dísze lett. Egy egyszerű vájúból, mely valaha itatóként szolgált, áthatolhatatlan gátat készítettünk. A halom ezüst pénzből bevehetetlen fal lett. Nem tudtuk, miként fognak ezek elriasztani egy ilyen ellenséget, de a katonai logika a napfénnyel együtt lassan eltűnt, eltörölve a különbséget észak és dél, fehér és fekete, józan ész és őrület között.
csak imádkozni tudtam azért, hogy a sors keze könyörületes legyen hozzánk, és dicső győzelemre segítsen bennünket. Strain lett a csapda, az emberi csalétek. A korábban számára oly kedves sereg ellen. Ez volt a hadtörténet legdermesztőbb gyilkos négyszöge. Egy dolog biztos. Ez lesz a háború legdrágább csatája. Az. Hát furcsa lesz most nem rád lődözni. Szint úgy. Rendben, emberek! Az állásokba! Készüljetek fel! Kimegyek, John! Nimaya! Aztán nehogy itt hagyj! Jó estét, fiúk! Kis esti séta. Vége a háborúnak, Nimaya? Igen, vége. Gyere haza. Nimaya. Nézd, milyen a lelkedbe. Mondd el, mit látsz. Ezredes, önnek nincs szüksége üregekre, barlangra, formálókra, kereskedőkre. Ahhoz, hogy hozzánk találjon. No! Fire!
Ash, silver, running water. Are we so simply the devil? I bleed. So am I still the devil? Every man hates a devil. To keep from facing the one that's living inside. Rebecca! Oh, God. Rebecca. Silver. Running water. We're just men. Just... Wait. John? Move away. No. No, John, she's not like the others. She's, it doesn't work on her that way. Move away. We can't take that chance. John! Captain Strait! Captain Harling! Forgive me, Father. Igazi hős volt. Így van, atyám.
Azon a napon én, John Lawrence Harring, szabadon engedtem korábbi barátomat és tanítómat. Így nem szerelhettem le. Továbbiakban Ulysses S. Grant tábornok alatt kellett szolgálnom egészen a háború végéig. Némely a Pearson Strain visszament a déli hadsereghez, ahol hősiesen harcolt a Gettysburgi, a Chickamauga-i és a Cold Harbor-i csatában. Bár továbbra is hitt a délben, sok ellenséget szerzett a rabszolgatartás elleni hozzáállásával. A háború után azt hallottam, visszament Catoms Creekbe, hogy megmentse serege egyetlen megmaradt tagját, az unokaöcsét. Azóta úgy tudom, nem hallottak felőle. Thank you.